Sok szeretettel köszöntöm a Weekend nézőit. Nemrég különleges vendég volt a Bencs villában, velük is beszélgettünk, jön hozzánk egy üvegfestő és foltvarró, és megmutatjuk azt is, hogy hogyan készíthetünk adventi naptárt, de mindenek előtt egy kis sporttal kezdjük. Mondhatnám azt is, hogy bemelegítünk Katus Attilával. Jó estét, szia Attila! Jó estét kívánok mindenkinek! Hát azt gondolom, hogy te... Az egész lényed egy pörgés, és most az életed is arról szól, éppen gyerekektől érkezel. Talán mindenféle nevelés szempontjából végül is ők a leghálásabbak, de hát az egészséges életmódra is nagyon korán el kell kezdeni nevelni a gyerekeinket. Hogy látod, mennyire vészes a mai felnövő generációnak az egészséges életmódhoz való hozzáállása, magához a sporthoz való hozzáállása? Kell-e mondjuk bármiféle vészharangot kongatnunk, vagy azért... Elég jó a helyzet, hogy látod? Hát ez egy összetett kérdés azért, és hát azért ahány gyerek, annyi féle, meg térségtől is függ, ugye pár pici ország vagyunk, de nagyon nagyok a különbségek kis távolságon belül is, tehát itt a megyén belül is, amerre én járok, azért óriási különbség van iskola és iskola között. Ennek én azt látom, hogy azok az intézkedések, amik ugye megszülettek, akár politikai szinten, felsőbb szinten, amik azért valamilyen szintre csapódnak az iskoláknál, azért azok előbb vagy utóbb, ha más nem, akkor egy generáció alatt, de azért elérik valamilyen szinten az eredményüket. Tehát az, hogy hétköznapi, minden nap van ugye testnevelés óra, azért azt gondolom, ez egy jó intézkedés. Lehet, hogy egyelőre nincs terem valahol, vagy nem, nincs már megfelelő tanári kar, de az majd ki fog alakulni. Tehát én azért azt gondolom, hogy van ez a menümenza program, stb. Tehát azért, ha már beszélünk róla, ha gyerekekkel találkozom, ha csak az én programomat nézem, az én részemet ebben az egészben, akkor azt gondolom, az én munkám az nem hiába való. Tehát nagyon sok levelet kapok gyerekektől, meg hát látom, azért a gyerekek kevésbé tudják eltakarni az érzéseiket, gondolataikat a felnőttek előtt, tehát lehet látni, hogy ők jól érzik magukat, ugye én megmozgatom őket, megmutatom nekik azt, hogy a mozgás az igenis egy nagyon nagyszerű dolog, sőt menő dolog, tehát ugye mert a gyerekek azok azért menők szeretnének mindig lenni, ők mindig azokat a telefonokat használják, ők valahogyan ki akarnak tűnni, hogy ők valakik, hogy ők fontosak és ők menők, úgyhogy a testmozgást is így kell alakítani, hogy ez menő legyen, és én mint példa, én is egy kicsit példaértékű ember akarok lenni, a gyerekeket lehet, hogy az érdekli, hogy látott a tévében, mekkora a bicepszem, tehát lehet, hogy egész más érdekli őket, nem a folyadékbevitel, de azáltal, hogy én az egészséges életmódot menővé teszem és bulivá teszem, akkor azt mondják, hogy na, hát ezt érdemes követni, mert ezzel én ki tudok tűnni, és ez egy jó dolog, hiszen őnekik még azért egészségügyi problémáik nem nagyon vannak, hiszen hát a felépítő folyamatok túlsúlyban vannak, még egy fejlődő szervezet, tehát ha nem sportolnak is, igazából ők jó paszban vannak. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy a gyerekekkel egyébként lehet beszélni, és ha jól van tálalva, jól van kommunikálva a dolog, akkor szerintem lehető az ő életüket pozitív irányba befolyásolni. És hogy látod, vagy legalábbis lehet, hogy ez csak az én véleményem, lehet, hogy valahol ott az általános iskolából kikerülve és a felnőtt korba még nem belépve, viszont mintha elveszítenénk akár a gyerekeket, vagy ők a motivációjukat, vagy annyira pörög a világ, hogy rengeteg dolguk van, és mire már belépnek a felnőtt korba, akkor már bizony mindenféle betegségekkel, problémákkal, vagy eleve egy nehezebb helyzetből kell nekik ismét elindulni. Hát az egyetemen ugye azért már nem biztos, hogy ennyire rózsás a helyzet, az egyetemen azért szerintem el lehet kerülni a testmozgást. Ha valaki nagyon ügyes, akkor nagyon sokszor azt úgy el lehet lébecolni, és azért ki lehet esni a formából, aztán persze megjelennek az öregedésnek az első jelei, amikor az ember már egy kicsikét megijed, ugye 25 és 30 között azért észreveszünk, hogy ott már azért lassan elkezdtünk öregedni, és akkor attól függ, hogy ki mikor eszmél, és hogy milyen módszerekkel próbálja ezt megoldani. Az a jó érem, hogy egyébként az öregedést és folyamatokat nagyon-nagyon le lehet lassítani, sőt vissza is lehet fiatalítani a szervezetet egy megfelelő életmóddal, tehát tud regenerálódni a szervezet, ez egy csoda, ez a műszer, ami az embernek rendelkezik, ez a test, ez egy csoda, meg az élet egy csoda. Tehát megvannak az eszközök, csak ugye nem biztos, hogy azok az eszközök, amit a reklámokban ugye különböző üzleti körök ránk akarnak tukmálni, hiszen ők ebből jó profitokat tudnak bezsebelni, hanem egyszerűen az egész egyszerű dolgok, testmozgás, zöldséggyümölcs,
cigaretta elkerülése, alkoholnak a fogyasztásának a nagymértékű lecsökkentése, megfelelő minőségű alvás, tehát olyan egyszerű dolgok, hogy itt mindjárt is kapcsolnak a kedves nézők, ezt mindenki tudja. Hát elméletben mindannyian jó. Az a röhely az egészben, ha így fogalmazhatok, hogy mindenki tudja, hogy mi az egészséges, a fő dolgokat, a lényegi dolgokat, a főcsapásokat mindenki tudja, mégis nagyon sokan pont nem ezt választják, hanem mondhatni a biztos halált, persze mindenkire biztos halál vár, de hát hogy az vár mindenkire, aki ugye nem él egészségesen, hogy jóval, de jóval kevesebbet fog élni, jóval, de jóval több betegségben fog szenvedni, és hát sokkal, sokkal kevésbé lesz energiája, sokkal kevésbé lesz sikeres, sokkal kevésbé lesz csinosabb, de mégis sokan valahogyan ezt a dolgot ezt halogatják, és a szőnyeg alá söprik. Tehát én azt mondom, hogy az emberek van egy problémája, akkor én egyébként innen még most elmegyek egy iskolába, de aztán én elmegyek edzőterembe, alszom egy nagyot, és holnap nekiállok, és folytatom az életemet, megoldom a problémáimat. De van egy ember, aki elfárad, azt mondja, akkor szívjak egy-két cigarettát, iszok egy picikét, holnapra még rosszabb állapotba kerülök, és a szőnyeg alá söpröm a problémát. Tehát igazából a döntésekben, hogy milyen döntéseket hozunk akkor, amikor a problémák vannak, az különít el minket, nem a genetika, és nem egyéb más, hogy hogyan állunk a dolgokhoz. Ugye nagyon nagy szerencse, hogyha valaki például személyesen találkozik egy olyan emberrel, mint te, vagy olyan edzője van, vagy egy olyan motivátora, vagy bárki, aki egy picit lelkesíteni tudja, hiszen valóban elméletben mindenki jó. Aztán ugye gyarlók vagyunk, a kísértésnek elég nehéz ellenállni, tehát itt szokott az ember elbukni. Volt olyan eset, ami mondjuk még a te fejszédnek is elég kemény volt? Tehát találkozol olyan emberekkel, akiket tényleg nehéz. Igen, én nem gondolom, hogy esélyes vagyok, tehát én nem hiszem, hogy megoldok problémákat, de azt gondolom, hogy el tudom érni, hogy minden embert egy lépéssel előrébb tegyek, közelebb hozzak az egészséges életmódhoz. Tehát aki mondjuk elmegyek egy iskolába, akkor lehet, hogy valaki így van, és azt mondja, hogy nem tudom, mit keresel, de velem semmit nem kezdesz, azért vele is kezdek valamit. Lehet, hogy nem áll föl tornázni, de megdolgozom egy picit a gondolatait. Tehát ő mindenkit lehet józan ésszel, logikus gondolkodásmóddal, logikailag végigvezetve valamit, pláne ha az érdekesen van vezetve, érthető módon van, akkor annak mindig az egy meg az egy az kettő. Tehát, hogyha ezen így végigmegyek egy logikai láncon, és a végén kijön egy alapigasság, akkor azzal nehéz vitatkozni, ezt a gyerekek is belátják. És utána igazából rájuk bízom, hogy gyerekek, hát igazából ti eldönthetitek a ti kezetekben. A jó hír az, hogy te döntesz a sorsod felett, meg a rossz hír is az, hogy csak te döntesz. Tehát te vagy a felelős az életed, én mindenki saját maga felelős az életeért, hogy hogyan tudja összerakni. A határa az csillagos ég, ugye ami itt van, ott a csillagos ég, a határ azt tudjuk jól, hogy egy kompjúterrel ér fel, ami itt van bent. És a képességünk, mint élsportoló elárulhatom, hogy semmivel nem vagyok jobb képességű, vagy nem születtem jobb képességgel, mint más ember, de aztán próbáltam elérni határaimat, és sosem értem el. Mert azok mindig odébb voltak. Tehát, hogy az emberi határok azok sokkal odébb vannak, mint azt gyerekfejjel, vagy sokszor felnőtt fejjel azt gondoljuk, hogy hol a mi határunk. Ugyan, az még nem a határ. Szerintem az ötleteiddel is, nem? Tehát azok is mindig egy picit odébb vannak, hiszen ugye annyi minden kötődik a te nevedhez, akár a sport, akár az étkezés, most tényleg, mint egy proféta járod az országot. Hova tetted ki a következő mérföldkövet, vagy van-e olyan publikus ötleted, ami már mondjuk fejben megvan? Nehéz ügy, mert az embernek azért van egy kapacitása, hogy nekem is van egy 24 órám, és azért én nekem is mérlegelni kell, hiszen nekem is fontos az egészségem, tehát nekem is kell sportolnom, azért nekem is van a családom, illetve hát még saját családom nincsen, ugye ezzel is nagyon rosszul, tehát erre is kellene időt, energiát szánni. Tehát azért ezek korlátozzák az elmémnek a szárnyalását, hogy fogalmazhatok így. Meg hát azért van egyfajta üzleti méretem is, ami miatt azért nem biztos, hogy a nagyok játékában bele tudok szállni, tehát, és ugye sokszor az van, hogy aki hangosabb, ugye azt gondoljuk, hogy neki van igaza. Én próbálok szakember maradni, és hogyha lehet, hogy kicsit halkabb vagyok, de elmondani a véleményem. Aki követi, ezt annak örülök, aki nem, az pedig remélhetőleg azért mégiscsak egy szakmai fórumon keresztül tájékozódik, és nem viszi el az a világ, ami az online megy, ami bizonyos körökből, és nem feltétlenül szakemberek által kommunikál dolgokból ered, mert ez nagyon sok problémát okoz emberek, nagyon sok sikertelenséghez, kiábránduláshoz vezet, tehát nagyon sokan sok pénzt költenek, sok energiát, és a végén még hátrébb vannak,
messze kerülnek az egészségtől, mint ahogy ők szeretnének lenni. Tehát tényleg arra bíztatok mindenkit, hogy mindenki hiteles fórumokból tájékozódjon, mert manapság mindenki egy média felület, hiszen ott van egy internet, és ott van egy közösségi média, tehát figyelni kell ezekre a dolgokra, okosnak kell lenni, okosan kell élni, és akkor viszonylag kevés energiával is lehet egészségesnek lenni, és talán még egy mondat, a józan észre kell hagyatkozni, amikor, tehát 5 perc alatt nincs eredmény, munka nélkül nem lehet aratni, tehát munka, energia, szorgalom, kitartás mindig mindenhez kell, hogy sikeresek legyünk. Ez a munka, a párkapcsolat, az egészség tekintetében is így van, tehát nincs kapszula, nincs egy hetes diéta, nincsenek ilyenek, elvégzett munka van, testmozgás van, alvás van, kell a szénhidrát, kell a zsír, kell a fehérje, kellnek a vitaminok, kell a víz, a folyadék, tehát minden kell, de hát persze okosan felépítve, tehát ennek megvan a tudománya, az a tudomány ezt tudja, csak sokszor tudomány az sajnos nem elég hangos. Attila, holnap reggelig is tudnánk téged hallgatni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én láttam a közösség oldalon, hogy rengeteg hölgyel közös fotó készült, és hát természetesen ott volt egy jó, hatalmas nagy közös sport is, úgyhogy megdolgoztak a lányok a fotóért. Nyíregyháza program sportcsarnok, úgyhogy fantasztikus volt, és örülök, hogy Nyíregyházának vannak ilyen eseményei, és az emberek élnek a lehetőséget. Úgyhogy köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm. Kedves nézők, mi pedig sport után újságírással megyünk tovább. Ne félj, mesélj! Ez volt a címe annak a találkozónak, amelyet a Bencs villában rendeztek. Az esten a közönség Végkulcsár Ildikóval, a Nőklapja szerkesztőjével találkozhatott, aki mesélt a folyóiratról, a derű fontosságáról és arról is, hogy számára civilekről írni igazi varázslat. Beszélhetnénk arról is rengeteget, hogy mennyire volt rögös az út addig, amíg ön újságíró lett, vagy mennyire nem volt rögös, de én azt hiszem, hogy a legjobb, hogyha belevágunk a közepébe, és az egyik legsikeresebb sorozat, ami 25 éve megy már a Nőklapjában, ez a Mi fáj, gyere meséből, a Ne félj, mesélj. Hogyan született ez a sorozat, amit annyira szeretnek az olvasók? Én 90-ben lettem újságíró, nem tudom, akkor ki lehet számolni, hogy hány éve. Az út nem volt rögös, csak kacskaringos. Hogy született a Ne félj, mesélj, vagyis a Mi fáj, gyere, mesélj, aztán Ne félj, mesélj. Hát jöttek olvasói levelek. Én becsöppentem az utcáról, ezt mindig mondom a tanítványaimnak, hogy esküszöm, így történt, sok tanúja van. Fölvettek az utcáról, gyeses kismamaként kezdtem írni a Nőklapjának, és ezt csak behívtak. És bementem remegő lábakkal, ott voltak olyan nagyságok, mint Földes Anna, Sefer Erzsi, Sztipiáde Szerzsi, osuntam a fal mellett, és aztán elkezdtem írni a mániáimat. És valami miatt ez az 5 gyerekes, kicsit szédült, kicsit túl sok humorral megáldott nőszemély, szerint személyem talán kezdett hatni. És jöttek a levelek, és jöttek a levelek, és jöttek a levelek, aminél fantasztikusabb ajándék azért nincs egy újságíró életében, mert hát érzi a visszacsatolást. No és akkor én mindig válaszolgattam, és akkor egy csomónak nem tudtam válaszolni, és akkor idegbeteg voltam, és akkor kínos, és szégyellem magam. És akkor jött az isteni szikra, mondta a főszerkesztő, hogy van-e valami ötlet, és akkor így puty, hát mi lenne, ha alapban válaszolnék. Ilyen egyszerű volt, és azóta válaszolok alapban, és jönnek a levelek, és jönnek az e-mailek, és nagyon hálás vagyok érte az olvasóknak, mert olvasók nélkül én nem lennék érdekes. Én annyi témát kapok emberektől, hogyha bezárnának egy spájzba fél évig, élő igaz történeteket tudnék írni, mert a civil embereknél érdekesebb, különlegesebb e világon nincs, legalábbis számomra. Számon tartja, számolja, hogy hány levél érkezett már eddig? Á, úristen! Hát az a napi 7, 8, 10, 12 az úgy átlagosnak mondható. Tessék beszorozni egy héttel, egy hónappal, egy évvel, nem kell, persze nem kell szorozni. Megtisztelő, nagy dolog, és ha még az ember nem bolondult bele, hanem még örül is neki, akkor ez egy kerek történet, nem? És mennyire élnek utána ezek a történetek, esetleg követi ezeknek az olvasóknak a sorsát? Kap még később is, esetleg évek múlva is visszajelzéseket tőlük? Most is van egy, ami miatt ebben a percben támad lelkismeretfurdalásom, aki régi alanyom, és írt, és még nem válaszoltam. Ami nagyon megrázó, azt követem.
a normál, van normál történet, nincs. Az enyém nem normális, a senkié, mindenki egyedi és megismételhetetlen. Akik keresnek, akkor azok megtartanak. Olyan is van, hogy riportalanyból szoros barátnő lett. Olyan is van, hogy megölel a Váci utca közepén, hogy Ildi, és akkor persze nem tudja Ildi, hogy kivel beszél, mert Ildi annyi idegennel találkozik. De amikor rájön, a történetre rögtön kapcsolok. Arcra nem, ez olyan furcsa, de ha azt mondja, hogy én vagyok az, akinek pszichopata volt a férje, akkor gyere, te vagy az. Szóval fantasztikusan érdekes a világ, és én azt szoktam mondani, hogy én nem pénzgyűjtök, ahhoz nincs tehetségem, nem bélyeget, ahhoz nem vagyok elég precíz, sok mindent nem gyűjtök, amit szokás, de embereket gyűjtök, sorsokat, és ebbe belefér a Jaipuri Maharadzsa világ harmad, nem nyolcadik leggazdagabb asszonya, belefér az majdnem analfabéta néni a bécsi út sarkáról, aki hajléktalan, és belefér a dán királynő, és belefér sok-sok ember. Én őket gyűjtöm, és nagyon büszke vagyok a gyűjteményemre. És a könyvírás az hogyan fér bele az ön életébe? Hát sehogy, és mégis, hát hogyan. Ez olyan, mint amikor mondtam a tanítványaimnak, hogy az, aki megmeri kérdezni egy nőtől, ma Magyarországon, hogy hogy tudod összeegyeztetni a munkát és a családodat, azt le kell lőni, ilyet nem lehet kérdezni, mert nem tudjuk, hogy hogy egyeztetjük össze. Szerintem te se tudod, én se tudom, és a nézők se tudják. Valahogy megoldjuk. Megoldjuk az iskolát, a háztartást, a munkánkat, a hivatásunkat, a karácsonyt, a mindent. Kicsit beledöglünk időnként, de közben még boldog is lehet a dolog. Tehát, hogy hogy fér bele, nem tudom. Úgy fér bele, hogy Janikovszki Éva, aki nekem a pót anyukám volt, ezt merem mondani, és ő ott odafönt bólint, ebbe biztos vagyok, ordított velem, hogy édes gyerekem, jó dolog a jó cikk, de kevés. Tessék könyvet is csinálni. És az Éva nem volt egy gügyögő angyalka, neki akarata volt, és ha valamit eldöntött, hogy úgy legyen, az úgy is lett. És az Éva képes volt felhívni esténként, és ha meghallotta, hogy nem dolgoztam a könyvemen, akkor ordított velem egy picikét, majd leültem és dolgoztam a könyvemen. Aztán ráéreztem az ízére. És most milyen könyv ízére érez rá éppen, mind dolgozik? Szóval most van az, hogy a leadási határidőm december vége, mert készítek egy könyvet, ami jövő év kimondottan anyák napjára fog megjelenni. A címe, idegenes címe, ezt elmerem már mondani, mert kétharmad része készen van, szeretnélek, pont jaj. És az alcíme, anyák, nagyik és egyéb szent őrültek. Többet nem mondok. Kedves nézők, egy újabb technikával ismerkedhetünk meg. Rózsás Judit jó voltából, akinek fantasztikus alkotásaival egyébként a jövő hét pénteken a Művelődési Központ galériájában találkozhatnak a kedves nézők. Jó estét, szervusz Judit! Gondolom, szervusz. Hogy nagy az izgalom ilyenkor a kiállítás előtt. Üvegfestéssel, ezzel a technikával foglalkozol. Mik lesznek elsősorban kiállítva, tárgyak vagy képek? Hát olyan 90%-ban képeket festek, tehát erre specializálódtam. Amikor elkezdtem az üvegfestészettel foglalkozni, akkor természetesen vonzottak a tárgyak is, tehát egy-két tárgyat megpróbáltam kifesteni. Ennek egyik példányát látjuk itt az asztalon, ezt a kis picurka vázát. Nagyon cuki, úgyhogy ezt meg is mutatom. Egy kicsit, mintha az arab világba repítene minket, úgyhogy akár Aladdin kis mécsesére is gondolhatunk, de igen, egy picurka kis asszociálni. Váza. Hát igen. Ugye mindenki azt lát bele a művészetben, ez a fantasztikus, ami az ő lelkében talán ott van. Tehát akkor elsősorban képek. Igen, elsősorban a képekkel foglalkozom. Mindig is vonzott a festészet maga, fiatal korom óta, de valahogy sosem mertem vele foglalkozni. Az eredeti foglalkozásom ugyanis annyira eltér ettől, hogy nem is gondoltam, és nem is mehetem arra gondolni, hogy én valamikor is festek képet, tehát hogy egyáltalán alkalmas vagyok rá. És hát az utóbbi időben, amikor már a gyerekeim ugye
kirepültek az otthonból, egyre több idő vált szabaddá, és így jött valószínűleg össze az ötlet, hogy valamit a szabadidőmben valami hasznosat csináljak. És hogy találtál erre a technikára? Mert ugye nyilván akár egy akvarell, vagy a vízfesték, az mondjuk sokkal kézzelfoghatóbb, vagy egyszerűbb lehetett volna, igen, mint az üvegfesték maga. Ez az a kérdés, amire nem tudok válaszolni. Elhívott egyszerűen, az üvegfesték? Egyszerűen valószínű már tudat alatt, vagy nem is tudom, hogy hol lakozik ennek az oka, hogy én pont az üvegre gondoltam akkor, amikor egy minta nagyon megkapott. Tehát nagyon szerettem volna megörökíteni azt a mintát, amit láttam egy újságban mondjuk, és nem tudom, hogy mi az oka, hogy pontosan arra gondoltam, hogy nekem kell vennem egy kör alakú üveget, és ezt a mintát megpróbálni lemásolni. Sikerült rögtön ez az első benned élő, pulzáló képnek a fizikai megvalósulása? Hát nem akarok szerénytelen lenni, de elég jól sikerült. Hát nyilván ez tök jó, mert akkor legalább inspirált arra. Így van, ez volt az oka annak, hogy folytassam. És aztán ezután már én rögtön próbálkoztam azzal, hogy a saját elgondolásom szerinti témákat válasszak, és saját rajzok alapján készítsem a festményeket, ami elég korai volt, de és elég sok képet ezekből később félretettem, mert igazából nem voltak olyan jó képek, viszont a gyakorlás miatt ragyogó volt, hogy egy csomó képet megcsináltam, ami aztán így egy kicsit művészileg nézve nem volt megfelelő, viszont a technikát, ami az üvegfestéssel jár, azt így magamtól kikísérleteztem, úgymond. Gyönyörű színeket használsz. Nyilvánvalóan ez a benned lévő színes érzelemvilágot is mutatja, és ha már itt említetted, igen, hát talán nem mondhatjuk, hogy gyógyszerész vagy. Arról meg ugye mindenkinek a sterilség, a fehérség, az abszolút tisztaság, és nem a ridegség, de mégis egy ilyen letisztult dolog jut eszébe. Ehhez képest ugye a te színhasználatod meglehetősen pazar, élénk, és buja, és élénk. Nem tudom, hogy el tudod-e mondani, hogy egyáltalán hogyan alkotsz, hogyan készülnek ezek a képek, vagy el lehet-e mesélni? Persze, el lehet mesélni, mert hát nem egy rendkívüli dolog ez tulajdonképpen. Ennek nagy történelme is van azért az üvegfestészetnek. Valamikor ez, nem valamikor, mert ma is egy művészeti ág. Na most igaz, hogy én hobbi festőnek tartom magam, meg végül is mindenképpen abba a kategóriába sorolandók a képeim, de viszonylag, hogy is mondjam, csak az volt a nehéz az indulásnál, hogy próbáltam irodalmat keresni hozzá, hogy elinduljak valahonnan. Ezt viszont nem találtam, tehát legalábbis ilyen írott, nyomtatott formában nem volt, viszont az interneten lehetett találni. Sablonokra gondolsz? Nem sablonokra gondolok, hanem a technikára. Uh-huh. Tehát ahogy egyáltalán az üveg festékkel kell bánni, hogy kell meggátolni, hogy ne folyjanak össze a színek, kontúrozni kell, tehát ez egy speciális dolog, és úgy olvastam az interneten is másokról, akik szintén üvegfestéssel foglalkoznak, hogy ők maguk találták ki szintén azt, hogy lehet ezt végigvinni egy képet, hogy lehet megalkotni. Tehát gyakorlatilag ugye szinte autodidakta módon alakítják a művészek a saját sorsukat. Ilyetén formán esetleg mondjuk nehéz is példaképet vagy mestert találni? Hát ebben a kategóriában példaképet azért találni, mert Budapesten él 2-3 olyan üvegfestő nő, aki
szerintem művészi szinten csinálja a festészetet. Egyébként pedig jellemző, hogy elég kevéssé foglalkoznak ezzel a fajta hobbival. Konkrétan én nem találkoztam még olyan emberrel, aki ezt csinálja. Pedig igen, igen csak volna mit megbeszélni igazából. Hát reméljük a kiállításon, hát ha van valaki, aki talán lehet, hogy nincs olyan szinten, mint te, vagy éppen mondjuk a képek láttán egyfajta kis követőd lesz, és te leszel az ő mestere. Azt nagyon szeretném. Szeretném, hogyha ez jobban elterjedne ez a hobbi, mert olyan sok gyönyörűséget ad a képek elkészítése, a színek megválasztása, a színek keverése, tehát itt rengeteg olyan dolog van, ahol igazán sikerélménye lehet az embernek. És azt gondolom, hogy a legfontosabb az életben, hogy az embernek öröme legyen, a szép érzéke fejlődjön, és hogy valóban sikerei legyenek. Hát Judit, én kívánok sok sikert a kiállításhoz, követőket is. Köszönöm. És azt, hogy ilyen termékeny maradja továbbiakban is, hiszen gyakorlatilag 4 év alatt azt gondolom, hogy egy hatalmas karriert futottál be, és reméljük, hogy még nagyon sokan, akár a karácsonyfa alatt is viszont látják majd a... Jaj, hát ez nagyon kellemes dolog volna. Remélem, hogy sokan megnézik majd a kiállításomat, és az, hogy terjedjen ez a fajta hobbi. Tehát én ennek nagyon drukkolok, mert nagyon sok örömet találtam benne. Hát köszönjük szépen még egyszer ezt a rengeteg információt, és sok sikert kívánunk a kiállításhoz. Kedves nézőink, a különleges alkotások után is érdemes velünk maradni, hiszen a Weekend második részét hamarosan folytatjuk. Hasonló témákkal maradjanak velünk. Thank you.